Németország csak az Európai Unión belül lehet biztonságban, ezért meg kell erősíteni a Schengeni rendszert. Erről a 18 év után a kereszténydemokrata unió éléről leköszönő Angela Merkel legesélyesebb utódjelöltje beszélt. Annegret kramp Bauer, aki eddig a főtitkár volt, berlini program ismertetőjén leszögezte, arra fog törekedni, hogy Németországot az újonnan érkezettek is hazájuknak érezzék. Ideje új fejezetet kezdenünk, csak akkor erősödhetünk meg, ha új témákat és stílust hozunk be a diskurzusba. Én ezt ajánlom. 18 éve veszek részt a kormány munkájában. Ez idő alatt számos választási kampányt lebonyolítottam. Ellenzékből vezető pozícióba segítettem a pártomat, és újra meg újra támogattam, hogy megőrizze hatalmát. A CDU végig felelősség teljesen azért dolgozott, hogy a németeknek jobb életük legyen. Én ezzel a háttérrel szállok be a versenybe, jelentette ki az 56 éves háromgyermekes politikus. A másik két esélyes jelöltről azt mondta, elnökként támogatná, ha a volt parlamenti frakcióvezető Friedrich Merz a párt javára hasznosítaná tudását, különösen az adópolitika terén, Jens Spán pedig továbbra is az elnökség tagja és a szövetségi kormány egészségügyi minisztere maradna.